A Víz Világnapja alkalmából színes programokkal és előadásokkal zöld napot rendeztek a Salgótarjáni főtéren. A háztartások foglalkoztatásáért alapítvány rendezvényén a figyelmet szerették volna ráirányítani a mindenki számára elérhető tiszta víz fontosságára és az édes vízkészletek veszélyeztetettségére. Gyakran szoktunk túrákat szervezni, és hát a vizes élőhelyek világnapján tulajdonképpen egy kicsit a víz világnapjához közeli túrákat is szervezünk, amiben bemutatjuk azokat a patakokat, forrásokat, amelyek ott vannak a Karancs-Medves vidékén. A geopark területén egyébként sok tiszta vízű forrásokat, és hát ezek azon túl, hogy a turistáknak adnak ivóvizet, biztosítanak ivóvizet a túrájuk során, azon túl természetesen nagyon fontos, hogy ezeket a felszíni vizeket megőrizzük, hiszen Nógrád megyében is az ivóvízünk jelentős része a felszíni vizekből származik. A Víz Világnapja évente ismétlődő esemény, amelyet 1993 óta minden év március 22-én ünnepelnek meg. Tudunk takarékoskodni a vízzel, hogy minél kevesebbet, mert a világ egyes részein a vízfelhasználás nem ilyen természetes, mint nálunk. Van, hogy nincs is ivóvíz, van, hogy embereknek egy napra 1-2 liter ivóvíz jut, ha szerencsés esetben annyi jut nekik. Tehát igenis tudunk takarékoskodni a vízzel. Salgótarjánban az előadások mellett a fiatalokat elsősegélynyújtó alapismeretekkel, kézműves foglalkozással és játékos programokkal is várták. Az alapítványunk most részt vett a Teszed mozgalomban is, pár nappal ezelőtt végeztük el egy területnek a tisztítását, ezzel a rendezvénnyel pedig próbáltuk egy helyszínre hozni azokat a szervezeteket, akik egy picit tehetnek ezért. Ugye vannak olyan szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, az ERV ZRT, a VGÜ Kft., az Elmű Imász, ezeknek vannak olyan programjai kifejezetten, amik ténylegesen segítséget nyújtanak, de itt vannak a civilek, hívtuk az iskolásokat, mert az a véleményünk, hogy a gyerekkorban lehet ezt a dolgot igazán elkezdeni, ott kell megismertetni az első lépéseket. A zöld nap felhívja a figyelmet a bolygónk romló környezeti állapotára, a vizeket szennyező hulladéklerakókra, a levegőt egyre súlyosabban szennyező közúti közlekedésre, valamint a fajok kiirtására és a természetes élőhelyek eltűnésére. Ugyanakkor ez a nap lehetőségeket mutat a környezetszennyezés visszaszorítására, hogy többek között minél tovább megihassunk egy pohár friss vizet, amely nélkülözhetetlen az élethez.